Testvérvárosi, testvértelepülési kapcsolataink alakulásának egyik igen látványos eredménye volt a Nyíló Akác táncegyüttes műsora a Magyar Szürke Napon. Mindig nehéz pontosan megfogalmazni, mi is az az igazán jó produkció. Műsoruk a szakember szemével nézve korántsem egységes, kiérlelt produkció. És mégis, a közönség számára az előadás frissessége, a fiatalság életöröme nagy élmény volt. Határ túloldaláról, Érmiáj faláról érkeztetek. Ugyanakkor láttátok a mi produkcióinkat is. Melyik volt az, ami igazából tetszett? Hát természetesen az összes tetszett, mert nagyon szépek, ugyanúgy elbűvöltek minket, mint önöket a mi koreográfiáink. És nagyon tetszettek. Esetleg, hogyha szétbontanád, a kicsik vagy a nagyok tetszettek, hiszen mindegyik más színvonalú és egészen más hangulatú produkciókat csináltak. Persze a nagyok, mert ők azért kicsit színvonalasabb műsort tudtak előadni, de a kicsik azok meg ők is aranyosak voltak, mert próbálkoznak és akarják az egész dolgot. Most erők, jó. Forgó Rózsa, most itt hogy tetszett, amit az előbb előadtak? Főleg a zenéjük hogy tetszett? A zene az káprázatos, az nagyon szép, de a tánc is nagyon passzolt a zenéhez. Hát mit mondjak? Itt is tudok ember, hogy... Azért kérdezem, mert ilyen van, mi egészen már a zenei világba csöppentetek bele, hiszen ti Gyimesre táncoltatok Újvároson. Igen. Na, ki választja nálatok a zenéket? Tessék? A zenéket nálatok ki választja? A csoportvezetőnk. És egyben koreográfusunk is, Borbély Simon Csaló. Azt mind tudom, de beleszólásotok csak van? Van, de nem sok. Erre azért ő állítja össze a táncokat is, és ő választja a zenét, ami, mert ő benne van jobban, mint egy idősebb. Régóbb volt a táncol, és tudja. Civilben is ennyire együtt vagytok, mint a színpadon? Tessék? Civilben is, tehát a hétköznapokban is annyira persze együtt vagytok, mint a színpadon? Természetesen, ez minden nap. Együtt vagyunk. Együtt a barátok vagyunk évek óta, és együtt vagyunk. Mivel foglalkozod, mikor nem táncolsz? Iskolába járok. Milyenbe? Érmelfalvára, mezőgazdasági iskola központba. Hát, liceumban, igen. És utána? Hát utána szeretnék átjönni Debrecenbe, iskolába. Hogy hova, azt még nem tudom, de valahova el szeretnék helyezkedni.